azt jelenti, hogy amit föl tud venni, az olyan 4,3 köbméter növőben. Egy kefe van rajta. Van két kefés kivitel, amit most hoztunk, ez pedig a három kefés kivitel. Szegedváros önkormányzata soha eddig nem költött akkora összeget a város tisztaságának biztosítása érdekében, mint amekkorát most terveznek. 160 millió forintért szereznének be világszínvonalú takarítógépeket. A környezetgazdálkodási Kft.-nek, aki ugye a város közterületeért felelős, és a Szegedi Közlekedési Kft.-nek, aki pedig a városi parkolók tisztaságáért és a megállók tisztaságáért felelős. Tehát a két cégnek összességében 160 millió forintot biztosítunk, és ebből az összegből arra kérjük a két céget, hogy 4 legmodernebb város takarító, úttakarító gépet, autót, berendezést szerezzenek be az igényeknek megfelelően, tehát lesz közöttük egészen nagy olyasmi, mint ez, ami teljes utak takarítására alkalmas, és lesznek persze kisebbek is, amik a szűkebb belvárosi utcákban, vagy pedig a parkolók takarítására alkalmas. A városban jelenleg 2 régebbi típusú géppel végzik a takarítást, az ehhez vásárolt 4 új eszközzel nagyságrendekkel jobb minőségű és több munkát tudnak majd elvégezni. A beszerezni kívánt járművek egyedi megrendelés alapján készülnek majd el. Rendkívül precíz és összetett technológiával kell rendelkezni, gondolok itt a különböző beállítási lehetőségekre, a megfelelő pormentesítési, vizezési lehetőségekre, a kefe fordulatszámok, a talajnyomás szabályozására, a turbinák fordulatszámának szabályozására és számos ilyen hasonló műszaki paraméterre. Botka László és a Környezetgazdálkodási Kft. Igazgatója arra kérte a lakosságot, hogy segítsék az önkormányzati cégek takarítási munkáját azzal, hogyha egy-egy utcát egy éjszakára lezárnak majd, akkor ne hagyják ott az autóikat, amelyek akadályozzák a gépeket. A teljesítmény a gépekről van szó, tehát egy-egy éjjel a fél belvárost meg tudják csinálni, vagy egy-egy lakótelepi körzetet meg tudnak csinálni, akár több hektárnyit is az utak felületéből. Tehát arra kérünk mindenkit, hogy ezt vegye figyelembe, és segítse ezt a munkát. Az éjszakai utcatakarítások várhatóan októberben kezdődnek meg próbajelleggel, az új gépek megérkezése után pedig rendszeressé válnak majd.